Sziasztok! Üdvözlök mindenkit a Hagymalekvár konyhájában. A mai videóban egy születésnapi torta elkészítését mutatom meg nektek. Anyukámnak sütöttem, kétfajta tésztából készült, mindkettő teljes kiörlésű, csak az egyikhez mák is került, a másik pedig lájmmal lett ízesítve. Fehérlisztet és cukrot természetesen nem tartalmaz. Cukormentes fehércsok és burkolókrémmel van kívülről beborítva, és lájmos, mangós ízesítéssel készült. Hát meggyűlt a bajom ezzel is, mint természetesen a családtagoknak készült süteményekkel általában. A legnagyobb melegben készült, tehát a burkolókrém az rettenetesen olvadt. Nem a legszebb, legprecízebb torta kívülről, de az íze miatt és a szárított virágos díszítése miatt mutatom meg nektek, hát ha valakinek jól jön. Az íze kárpótolt mindenért. Én dupláztam a tésztáját, mert ez egy elég magas torta lett, tehát magas tortát szerettem volna készíteni. Ha valaki csak egy kisebbet szeretne, akkor válassza úgy, hogy csak az egyiket, és akkor természetesen a többi hozzávalót is felezni kell. A lájmos tészta hozzávalói. 6 tojás, 130 g teljes kiörlésű tönkölyliszt, 100 g vaj, 40 g négyszeres erősségű édesítő vagy ízlés szerint, 7 g sütőpor, 7 g szódabikarbóna, egy csipet só, ízlés szerint vanília és egy lime reszelt héja is leve, de akinek nincsen, az citromot is használhat. Ezen kívül egy 19 cm átmérőjű vagy csatos tortaformára vagy tortakarikára lesz szükség, amit alul is és az oldalát is kibilleltem sütőpapírral. A tojásokat válasszuk szét, a lime-nak, vagy esetleg aki azt használ a citromnak, pedig csavarjuk ki a levét és reszeljük le a héját. Adjuk a tojásfehérjéhez a csipet sót és kezdjük el habbá verni. Ha elkezd habosodni, adjunk hozzá az édesítőből is egy keveset és így verjük habbá. A lágy vajat keverjük habosra a maradék édesítővel. Adjuk hozzá a vaníliát, a lime héját, majd a levét. Ezután pedig több részletben a tojássárgát. Jó alaposan keverjük el, majd a szódabikarbonát és a sütőport keverjük el a liszttel, és adjuk hozzá a tojássárgás keverékhez. Én közben tettem hozzá egy kis tojásfehérjét, hogy lazítsak rajta még az elején, ne legyen betonkemény. Ezzel még jó alaposan átkevertem, majd a habnak a megmaradt nagy részét már csak egy spatulával forgattam hozzá. Végül belekanalaztam a tortakarimába, és 170 fokra előmelegített sütőben 35-40 perc alatt készre sütöttem, ez természetesen sütőfüggő, végezzetek tűpróbát. Ezután kivettem a formából, és egy rácson hagytam kihűlni. A másik tésztával ugyanígy jártam el, ugyanezek a hozzávalók, csak a 130 g liszt helyett 90 g lisztet és 40 g mákot adtam hozzá, szódabikarbonából pedig 10 g-ot. A többi minden ugyanaz, és ugyanúgy készítettem el, ahogy az előzőt láttátok. A mangós réteg elkészítéséhez szükségünk van 250 g fagyasztott kockázott mangóra, 5 g pektinre, és akinek nem elég édes, annak egy kis édesítőt is lehet hozzá tenni, ezt akkor el kell keverni a pektinnel, és úgy hozzáadni majd. Felöntöttem a fagyasztott mangót fél deciliter vízzel, és puhára pároltam. Ezután, mikor megpuhult, akkor egy botmixerrel pürésítettem. Én édesítőt nem tettem bele, és amikor elkészült, félretettem. Eközben 150 g friss mangót felkockáztam pici apró darabokra, majd az elkészült közben hűlni hagyott mangópüréhez, lepürésített mangóhoz adtam 5 evőkanál vizet, ezzel újra felforraltam. Ha nem találjátok túl sűrűnek, akkor nem szükséges, nekem túl sűrű volt. Ezután hozzáadtam a pektint, aki édesíteni is szeretné, akkor a kettő egybelegét. Hozzákevertem a felkockázott friss mangót. Itt lehet hozzáadni még citruslevet, aki a citromot használja, az azt, aki a lime-ot használja, az pedig azt. Ez már tényleg ízlés szerint, én 2 evőkanálnyit adtam hozzá végül, majd felhasználásig tegyük félre, később két részre fogjuk osztani. Az elkészült piskótákat
Vágjuk 3-3 részre, tehát a lájmosat és a mákosat is. A mákosat úgy, hogy a háromból egy rész vastagabb legyen a másik kettőnél, mert ezt még ketté fogjuk vágni. De ez tényleg már kinek mekkorára jött fel, hány részre szeretné, milyen rétegeket szeretne, tehát ez itt szabadon választott, tehát nem kötelező ugyanígy készíteni. A krém hozzávalói. 800 g krém sajt, 1,5 csomag zselaténfix, 400 ml habtejszín, 30-40 g ízlés szerinti 4-szeres erősségű édesítő, vanília egy kávéskanálnyi, és lime leve és héja, ez megint ízlés szerinti, én 4 evőkanál lime levet adtam hozzá, és 3-nak a héját reszeltem bele, de ezt ki mennyire szeretné savanykásan, ezt oda bízom. A szobahőmérsékletű krémsajtot kezdjük el krémesre keverni, közben adhatjuk hozzá a lime héjat, és én javaslom, hogy a levéből kanalanként adjatok mindig hozzá, 1-2 kanállal, és mindig kóstolni kell. Tehát a végleges recept az a videó alatti leírásban majd megtalálható, mint mindig. Adjuk hozzá a vaníliát, az édesítőt is csak fokozatosan, mert nyilván mindenki másképp szereti, van, aki savanykásabban, valaki édesebben, mikor már majd benne lesz a tejszínhab, és akkor érdemes a végleges édességét és savanyúságát a krémnek beállítani. Ha alaposan elkevertük, akkor a jól lehűtött tejszínt a zselatinfixel kezdjük el kemény habbá verni. Adhatunk hozzá egy kis édesítőt is, majd mikor elkészült, akkor keverjük hozzá a krémsajtos részhez. Amikor alaposan elkevertétek, itt kóstoljátok meg, hogy kell-e bele még lime lé, vagy esetleg édesítő, majd felhasználásig tegyük félre. Kezdjük el összeállítani a süteményt. Én egy habzsákból nyomtam ki a krémet, hogy egyenletes legyen, nagyjából. Legalúra egy mákos lap került, erre került egy adag krém. Próbáltam mindig egyforma adagokat kinyomni, a következő süti réteg a lájmos lett. Majd ismét krém. Most következik a kettévágott mákos lapnak az egyik fele. Erre a krémrétegre csináltam egy kis kerítést a krémből, és a közepébe került a mangó rétegnek az egyik fele. Ezután ismét egy lájmos tészta jött, majd ismét krém, ismét egy kis kerítés, és ide jött bele a második mangó réteg, majd a másik vékony mákos réteg következett. Egy csatos tortaforma alját segítségül vehettek ahhoz, hogy egy tésztás réteg tetejére még mielőtt nincs rajta krém rátegyétek, és akkor ki lehet egy picit vízszintezni, hogy ne legyen ferde a torta. Ezután pedig a maradék krémet, a maradék tésztákat váltogatva addig emelgetjük a szinteket, amíg el nem fogynak a hozzávalók. Amikor elfogytak a lapok, akkor a maradék krémet az oldalán körbekentem, a tetején is véknyan, majd ezután a hűtőbe tettem pár órára. A burkolókrém egy fehér csokis burkolókrém, ami 200 g vajból, 150 g fehér csokiból áll, amit gőz fölött felolvasztottam, kikevertem, majd betettem a hűtőbe. Amikor jól megdermedt, látjátok, hogy jó kemény lett, akkor egy kézi habverővel, egy kézi mixerrel kihabosítottam. Jó alaposan. És gyönyörűen kifehéredett. Amikor a torta alaposan lehűlt, a fehér csokis burkolókrémmel két rétegben kentem be a tortát, közben a hűtőben pihent, ez még kenés közben is a hűtőben pihent, mert természetesen a legnagyobb melegben készült a torta. Tehát mikor már úgy éreztem, hogy kezelhetetlen maga a krém, akkor a krémet is egy picit, meg a tortát mindenképpen visszatettem a hűtőbe. Tehát a dupla burkolás ellenére igyekeztem úgy burkolni az oldalát, hogy a tészta rétegek azért itt-ott átlátszanak, tehát átsejlettek, tehát nem teljesen lett beburkolva. Mindig szedtem vissza annyit a krémből, hogy a tészta rétegek látszanak. És ezután tettem rá a barack színű krémdíszítést. A díszítéshez 200 g krémsajtot használtam, és 100 ml tejszínt. Ehhez 5-10 g vagy ízlés szerinti édesítőt adjatok, 4-szeres erősségűt, és egy ilyen barack színű ételfestéket használtam. Felvertem a tejszínhabot, összekevertem a kikevert krémsajttal,
Tényleg ez egy nagyon egyszerű díszítés. Szerettem volna, ha van egy picit más szín is a tortán, de tényleg csak annyira, hogy ne ilyen rikító színbe gondolkodjunk, hanem csak egy pici árnyalatnyi különbség legyen közötte. Tehát az édesítővel felvertem a tejszínt, és a krémsajthoz kevertem. Ezután pedig az ételszínezékkel beállíthatjátok, hogy milyen színt szeretnétek, mennyire erős színt. De lehet többfelé osztani és többféle árnyalatot is készíteni. Az elkészült színezett krémet találomra így össze-vissza a torta oldalára rákenegettem, és akkor egy torta kés segítségével így felvén felfelé húzgáltam a torta oldalán. Ez majd a kész tortánál fog látszani, hogy hogy néz ki, sajnos a szög nem megfelelő ahhoz, hogy pontosan láthassátok, hogy hogy készült. Ezután szárított fűszer növényeknek a virágával és levelével díszítettem, a snidling, amikor virágzott, meg a kakukkfű, azokat én lepréseltem már pár héttel korábban, és ezekkel díszítettem, ezen kívül az elkészült színezett krémmel készült még a tetejére és az oldalára is díszítés. A makaron természetesen, ami rajta van, az nem cukormentes, de pont ilyen színvilágú makaron volt itthon, úgyhogy ezt nem tudtam kihagyni, hogy ne tegyem ezt is rá díszítésnek. És itt látszik az oldalán, hogy hogy húztam el a krémet ferdén felfelé a tortakés segítségével. Ha tetszett a recept, készítsétek el ti is, nyomjatok egy lájkot, és iratkozzatok fel a csatornára, ha még nem tettétek, még több videóért. Nyomjátok meg a csengőt, hogy értesülhessetek a legújabb videó megjelenéséről. Kövessetek az Instagramon és a Facebookon is. Sziasztok!